Húsvét hatodik vasárnapjára készülünk. Nagy szeretettel köszöntöm kedves mindannyiukat. Itt vagyunk a belvárosi templomban, azon belül is a szentélyben, a tabernákulum előtt közvetlenül. Azért választottam most ezt a helyszínt, mert a vasárnapi evangéliumban majd Jézus búcsú beszédéből fogunk hallani egy részletet, ahol az Úr ezt mondja az apostoloknak, nem hagylak árván benneteket. Hosszú-hosszú ideig talán úgy gondoltuk, hogy árvák vagyunk, hiszen nem vehettük magunkhoz fizikai módon az oltári szentséget. Ez az 50 napos időszak azonban hála Istennek véget ért, és most már egy hete újból nyilvánosan együtt, közösségben ünnepelhetjük az eukarisztiát. Más szóval megtapasztalhatjuk újból, hogy az Úr nem hagyott árván bennünket, velünk maradt, az ő föltámadott teste itt van az oltári szentségben, és minden egyes szentmisében ezt ünnepeljük, hogy ő nem hagy és nem is fog árván hagyni bennünket. Akinek sem istene, sem embere, az az igazi árva. Szeretnénk vasárnapról vasárnapra erőt meríteni a föltámadt Krisztusból, az oltári szentségből, ezért most vasárnap is nagy szeretettel várunk mindenkit itt a belvárosi templomban 9 órakor. Újvárosra is lehet jönni a szentmisére 11 órára, illetve a szervita kápolnában pedig este 6 órakor tartjuk majd a szentmisét. Azok pedig, akik még úgy döntenek, hogy otthon maradnak, 9 órától figyelemmel tudják követni a szentmisét a szervita kápolnából. Nem hagylak árván benneteket, ez legyen ennek a hétvégének az üzenete, a mondani valója, és ahogy a tabernákulumot kinyitjuk, amit kvázi 50 nappal ezelőtt bezártunk, kinyitásával mindig jelezhetjük magunk számára is, és az egyház is ezt jelzi, hogy ő nem hagy árván.